a 2025-ig került ESSEC befejezésre, erről szeretnék egy pár szót szólni. A következő képekkel egy olyan áttekintést fogok adni a Hamburgi kikötőről, ahol a stratégiai fejlesztéseket nézhetik meg annak érdekében, hogy minél jobban meg tudunk birkózni az egyre növekvő forgalom volumenével és ugyanúgy az áru mennyiségével. Valószínűleg, hogy önök már jártak a hamburgi kikötőben, talán volt szerencséjük egy-egy üzleti út alkalmával, partnereikkel beszélgetés során már megismerni ezekből egy párat. Hamburg a smart vagy okos intelligens város, ahogy méltán nevezik, ezen új projektekkel kapcsolatban, melyek megvalósítása köztünk élők, a szomszédaink, valamint a város elvárásainak is. Ez azt jelenti, hogy csökkenteni a levegőszennyezést, a széndioxid kibocsátást és a zajt. Ezek azok a területek, ahol meg kell próbálnunk közös nevezőre hozni, mint az ügyfeleink, mint pedig a város lakossága által támasztott feltételeket, annak érdekében, hogy biztosíthassuk a kikötő további helyét. A 2012-ben kiadott hosszú távú fejlesztési terve 2025-ig ezen célok megvalósítása jött létre. A négy stratégiai fontosságú terület a kikötő következő 10 éves fejlődésében, a kikötő áteresztő képessége, a hozzáadott érték növelése, az infrastruktúra minőségének javítása, valamint a környezet kimélése, védelme. Az utóbbi két stratégiai terület, az infrastruktúra és a környezetvédelem, a Smartport Hamburg koncepció alapvető elemei. Ez azt jelenti, hogy a különleges helyzetből eredő kihívásokat összhangba kell hoznunk a kikötő fejlesztési tervével, és így érjük el a kitűzött céljainkat. Miszerint növeljük az egész kikötő hatékonyságát, csökkentjük a negatív környezeti hatásokat, pénzt takarítunk meg, mint az ügyfeleknek, mint pedig a kikötőnek és saját magunknak. Ennek érdekében dolgoztuk ki a Smartport koncepciókat. A Smartport négy területre koncentrál. Ezek az energia, a logisztika, a karbantartás és újabban az óceánjáró kiszolgálása is a cruise terminálon. Az első koncepció tulajdonképpen ennek a területnek az első legelősebb pillére a 2013 elején létrehozott Smartport Energia, és összesen három klasztert foglal magában. Az első klaszter a kikötő zászlós hajója, a megújuló energiákról szól. Hagyományosan termelt energiáktól való függés csökkenni fog, és az alternatív energiaforrások, például szélerőművek és napkollektorok kerülnek előtérben. Ahol lehet, ott szeretnénk összpontosítani az innovatív technológiákat. A második klaszter célja az energiafogyasztás, valamint a káros kibocsátás csökkentése és az energiahatékonyság növelése intelligens, okos infrastruktúra felhasználásával. A kikötő és a területén levő nagy logisztikai és ipari létesítmények természetesen hatalmas potenciált kínálnak az energiahatékonyság növelésére, sőt, a jövő energiafogyasztásának meg kell teremtenie az összhangot az energia mennyisége és a megújuló energiaforrásokból előállított energia hasznosítása között is. A kereslet és a kínálat összhangjához különféle tényezők összhangjára van szükség, így például a villamos energia termelése és a fogyasztása, valamint az új energiatároló rendszerek és megfelelő kommunikációs technológiákra is. A harmadik klasztert szeretnénk az innovatív és környezetbarát mobilitást támogatni annak érdekében, hogy hatékonyan csökkenthessük a káros kibocsátást. A kereskedelmi és a helyi forgalom a hamburgi kikötőben hatalmas potenciállal rendelkezik a kibocsátás csökkentésére. A legfontosabb cél az, hogy elkerüljük a felesleges forgalmat, hogy végleg elkerüljük a forgalmat a közút. Végleg eltereljük a forgalmat a közútról, a vasútra és a víziútra ott, ahol lehet,
és végül, hogy csökkentsük, vagy akár teljesen elkerüljük a káros kibocsátást. Például nálunk épül Európában először az első szárazföldi elektromos áramtermelő létesítmény az utasszállító hajók ellátására. Tovább fogjuk fejleszteni az LNG, a cseppfolyóskár földgáz infrastruktúra kiépítését, a kikötőben ellátva ezzel nem csak a hajókat, a kikötői forgalmat, de a teherautókat is, mint ahogy ezt más kikötőkben is teszik. A Smartport Energia keretében már 18 témaköré csoportosítottunk számos projekteket. A cél az, hogy nagyobb forgalom mellett és több áruval kevesebb levegőszennyeződést okozzunk. Mit sikerült elérnünk az elmúlt két évben ezzel a programmal? 2013. januárja óta 24 intézkedésünk a kikötő területén az éves széndioxid kibocsátást mintegy 41.100 tonnával csökkentette. További 48.000 intézkedés kerül későbbiekben bevezetésre, melyekkel az éves kibocsátás további 24.400 tonnával csökkenthető. Ezen klaszter egyik célja az, hogy még további szélerőműveket telepítsünk a kikötő területén 2015 közepéig. Tavaly már üzemben állt egy, további 10 létesítmény terve van jóváhagyás alatt. Ebben a témában szorosan együttműködünk a környezetvédelmi ügyekért felelős minisztériummal, az engedélyek érdekében, valamint a vállalatokkal, amelyek ilyen szélerőműveket szeretnének telepíteni. 2013-ban megvizsgáltuk az összes tetőt, tetőszerkezetet a kikötőben, hogy melyekre lehetne napelemeket felszerelni. Az úgynevezett Hamburgi Napenergia Atlaszban összefoglaltuk ezen vizsgálat eredményét, és ezt továbbítottuk a kikötőben működő cégeknek azzal a kéréssel, hogy lehetőség szerint hasznosítsák a napenergiát, és telepítsenek napelemeket a tetőkre. Már sok projekt megvalósult, de még nem értünk teljesen célba. A második nagy pillér a Smartport logisztika. De miért is Smartport logisztika? Az az elvünk, hogy ugyanazon a területen több árut kezelhessünk. Mint azt önök is tudják, a kikötő egy hihetetlenül komplex rendszer. Távolról szemlélve emberek és teherautók ezzel nyüzsögnek ott, látható célok nélkül, és a nyüzsgés miatt hamar közlekedési dugókat is okozhatnak. Kétségtelen, hogy mindenki a maga módján próbál optimalizálni a saját folyamatát, de mindegyikük csak a saját asztaláig ér. Saját rendszert alkotva, amelyek nem kommunikálnak a többi rendszerrel. És itt jön a Smartport logisztika a képe. Intelligens vagy okos kikötő az nem más, mint egy kikötő, ahol folyamatosan keresik a jobb, fenntartható és költséghatékonyabb megoldásokat, amiben, ahol az adatok feldolgozása központi szerepet játszik. Smartport logisztika például már használható az okostelefonok vagy tabletek segítségével. Bizonyára önöknél is van egy ilyen, és képzeljék el, hogy a kikötő területén tartózkodnak, és az ilyen készülék segítségével azonnali testre szabott információkat kaphatnak. Kezdeményeztük azon projektek széles körét, melyek a kikötőt lépésről lépésre okosabbá, intelligensebbé teszik. Ezek a projektek figyelembe veszik a robbanásszerű innovációkat, és szinte mint egy futólag mellékesen formálják a kikötőt egy fenntartható módon. Néhány példával szemléltetem, hogy mire gondolok. Többek között a célunk az, hogy létrehozzunk egy modern, intelligens kikötői forgalomirányítási rendszer, egy központot, mely a különféle közlekedési módokat működteti. És működésükben kapcsolja össze. Jelenleg három különböző központ dolgozik, de szeretnénk ezeket összekapcsolni egymással, és a kikötő mozgatható infrastruktúrájára például hídjairól gyűjtött rendszert is szeretnénk ebbe beépíteni. Ez a rendszer majd a begyűjtött adatok alapján képes lesz előrejelzéseket készíteni, és továbbítani ezeket valós időben, késedelem nélkül a felhasználók felé. Tervezünk egy applikációt is, egy appet, hogy mindenki számára teljesen elérhetőek legyenek ezek az információk. Ezzel a projekttel szeretnénk növelni a kikötő teljes infrastruktúrájának a hatékonyságát, és ugyanakkor a meglévő infrastruktúra kapacitását is. A kikötői monitoron megjelenik az aktuális forgalmi helyzet,
a forgalomirányítási központnak és az alkalmazás az app felhasználóinak. Ezen információk összegyűjtése és továbbítása az internet segítségével történik. Ehhez már telepítettünk 300 forgalomérzékelőt a kikötőben, és lefektettünk körülbelül 270 kilométernyi optikai kábelt is. Továbbá létrehoztunk több hotspotot is, melyek összekapcsolják az egyes szállítási üzemmódokat az autósokkal. Egy másik ilyen projektünk az intelligens parkolás menedzsment, a már meglévő parkoló kapacitásának növelésére. A legnehezebb helyzetben a teherautó parkolását illetően az esti és éjszakai órákban vagyunk. A kamionsofőrök azokat a helyeket keresik, ahol pihenőidejüket tölthetik, vagy várakozhatnak, míg a konténereket leadhatják a konténerterminálra. A legtöbb parkoló túlterhelt ebben az időszakban, és különösen hétfőtől csütörtökig akut ez a probléma. A Smart parkoló biztosítja, hogy a teherautók sűrű tömött oszlopokban, sorokban parkoljanak helyvesztesség nélkül, és ugyanakkor azonnali információt ad a gépkocsi vezetőnek a szabad parkolóhelyekről. Ezzel képesek vagyunk 30%-kal növelni a meglevő parkolóhely kapacitásunkat. Nem teszünk más, mint vizualizáljuk, láthatóvá tesszük a közlekedési helyzetet mozgatható hídjainknál, valamint az útépítéseken is. Ezeket az információkat szeretnénk beolvasztani a valós idejű, késedelem nélküli előrejelzésekbe. Az útépítésekről megkapjuk az információt, a javítás időtartamáról, valamint a közlekedés ottani pillanatnyi helyzetéről. A másik téma a közlekedési helyzet felmérése a mozgatható hidak előtt. Az ötlet az, hogy a hidak tájékoztatnák a felhasználókat és a forgalomirányító központot már a felnyitás előtti korai szakaszban, amikor megnyílnak a hajóforgalom átkelése miatt. Így a felhasználók képesek lennének megváltoztatni az útvonalukat, és a kikötői forgalomirányító központ is képes lenne biztosítani, ajánlani alternatív útvonalakat. A két projekt önmagában is csökkenti a szükségtelen, felesleges forgalmat a kikötőben, beállítja ideje korán a forgalom áramlását, és optimalizálja az információ áramlást az érintett felek között. Így tudjuk biztosítani a már meglévő infrastruktúrális létesítmények optimális kihasználtságát és a forgalomáramlás zavartalanságát. Mi több, enyhítjük a zaj és légszennyezést. Így módon hozzájárulunk a hamburgi kikötő és a gyönyörű város fenntartható fejlődéséhez. A következő rendszer a vizen, az Elba folyón és a kikötő vizein működik a világon egyedülállóan. A PRICE vagy Port River Information System Elbe nagyhajók optimalizált folyamatvezérlése az Elba folyón és a hamburgi kikötőben. Szükségességét az a tény indokolta, hogy a kikötőben egyre több nagyméretű hajót kell kezelni a lehető legrövidebb idő alatt. Meg tudjuk birkózni a tervezés és a végrehajtás egyre növekvő feladataival, elengedhetetlenül szükségessé vált a gyors információ áramlás az összes résztvevő között. Köztudottan a hamburgi kikötő az Elba folyó mentén helyezkedik el, működését az árapály teljes mértékben befolyásolja. Egy év kísérleti szakasz után az elmúlt év márciusában indult el élesben. A PRICE nem más, vagy PRICE nem más, mint egy internetes platform, amelyben az összes hajóérkezéssel és indulással kapcsolatos pillanatnyi hajópozíció adatait is magában foglaló adatokat foglalják össze. Az adatokat a résztvevő terminálokról, vontató hajókról, révkalauzoktól, hajósoktól és ügynökségektől, valamint a legfelsőbb kikötői hivataltól, mint ahogy ez ezen a képen látható, kapják meg. És ez tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy szükség esetén segítség a víziforgalom fennakadásmentes biztosítását, hogy minimalizálják az esetleges várakozásokból adódó felesleges költségeket, és elkerülhetővé váljanak még a balesetek is. A PRICE segítségével jelentősen felgyorsul a forgalom az Elba folyón, a kikötőig, valamint a kikötőn belüli hajómozgatásokat is jelentősen megkönnyíti.
Itt jegyezném meg, hogy a világ jelenleg legnagyobb konténer szállító hajója, a CSCL Globe, az év január 13 és 15-e között járt a kikötőben. A következő legnagyobb hajó, ennek 19.100 TEU volt a kapacitása. A következő legnagyobb hajó a CSCL Pacific Ocean, pedig február 7-én és 8-án 18.980 TEU kapacitásra járt a kikötőben. Ha belegondolunk, hogy ezeknek a hajóknak milyen nagy a merülése, milyen nagy a vízköszorítása, tulajdonképpen nagyon-nagyon lényeges, hogy van egy ilyen rendszerünk, mert tulajdonképpen egészen biztos, hogy ez a két hajó egymás mellett soha nem férne el. És a tendencia azt mutatja, hogy egyre több hajós társaság egyre nagyobb hajókat rendel. Tehát hamarosan egy 18 és 20 ezer TEU-s kapacitás már nem lesz olyan borzasztóan újdonság. Tehát mindezek a rendszerek alkalmazásával és összekapcsolásával az a célunk, hogy biztosítsuk a kikötő zavartalan forgalmát a szárazföldön és vizen, elkerülhetővé váljanak a forgalmi dugók. Ehhez egy hatalmas és nagyon gyors agyra van szükségünk, amely a háttérben összegyűjti az adatokat, az összes szolgáltatón keresztül kiértékeli azokat, megadja a megfelelő tájékoztatást késedelem nélkül, azonos időben, egy helyen, ez az ügyfeleink számára, és lehetővé teszi a helyes döntéseket. Mi a hamburgi kikötőben már hozzájárultunk ezen elképzelés megvalósításához. Intelligens infrastruktúra segítségével tökéletesítjük az ellátási lánc azon részét, amire hatással lehetünk. Ezzel maximális előnyt nyújtva ügyfeleink számára, és csökkentve a közlekedésből eredő káros kibocsátást is. Számunkra fontos, hogy azon vállalatok, amelyek az ellátási ránc részét képezik, együttműködjenek más partnerekkel, hogy megosztják velük a gondolataikat, és beszéljenek egymással, mint ahogy mi is ezt tesszük nap, mint nap. Így talán közösen megtalálhatjuk a mindenre kiterjedő megoldásokat, amivel az ellátási ránc folyamatait optimalizálni tudjuk. De jövőképünk messze túlmutat a Smartport Hamburg ötletén. Hisszük, hogy a szállítási láncon túl a kikötő határain mind egészet kell vizsgálnunk. Arra kell törekednünk, hogy megtaláljuk a legjobb módját annak, hogy az árut költséghatékonyan és gyorsan szállíthassuk. Jövőképünk, hogy létrehozzunk egy információs platformot, hasonlóan a Hamburgban kifejlesztethez, egy intelligens közlekedési menedzsment rendszer, ami összegyűjti és feldolgozza az adatokat a vasúti, közúti és vízi forgalmi helyzetről, és ezen adatok birtokába kiszámítja a leggyorsabb, leggazdaságosabb régiókon átnyúló szállítási útvonalat, figyelembe véve az összes közlekedési módot, hogy elérhessük azt, ki kell alakítanunk egy infrastruktúrát, mely lehetővé teszi számunkra, hogy visszafordítsuk, vagy akár megváltoztathassuk döntéseinket bármely időpontban. Meg kell találnunk annak a módját, hogy a kapacitásokat előre fel tudjuk mérni, meg tudjuk előre becsülni a közlekedési helyzetet, hogy képesek legyünk megtalálni a legjobb útvonalat, az úton levő árut is folyamatosan figyelemmel tudjuk kísérni, és zavar esetén, lehet az politikai vagy természeti eredetű, meg tudjuk változtatni a szállítási módot. Ehhez olyan partnerek kellenek, akik képesek az ellátási láncra, mint egészre tekinteni. A mi szempontunkból a Smartport Hamburg kedvez a környezetvédelemnek, valamint azon cégeknek, amelyek a kikötőben és a kikötővel dolgoznak. Időt, pénzt, energiát és egyéb erőforrásokat takaríthatnak meg. Mint az ökológia, mint a IPH világkikötők hamburgi konferenciáján, mely egyben helyzetjelentésként szolgál és bepillantást is nyújt a jövőben. Köszönöm szépen a figyelmüket!